Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözöllek a csatornámon. A mai videóban arra gondoltam, hogy megnézhetnénk a Kristály Creation Staff Pack-nek az előzetesét. Erről lemaradtam így a nagy költözés közben, hogy volt ez az új kiegészítő. Nézzük meg közösen is, szerintem döntsétek el most ti, hogy kipróbáljuk-e, vagy nem annyira érdekes a számotokra. Nézzük meg, hogy milyen. Valamennyire belenéztem, de nem emlékszem, hogy mi volt, illetve nem annyira keltette fel a kíváncsiságomat, hogy most azonnal megvásároljam, de nem is néztem végig rendesen az előzetest. Úgyhogy most végignézem veletek, és akkor eldöntjük közösen, hogy érdemes-e ezt megvenni és kipróbálni, vagy nem annyira érdekes. Ők vannak bele jó dolgok. Építéshez, az mondjuk hasznos. Szóval ezeknek a kristályoknak, hogyha magunkon hordják a szimek, akkor előnyei vannak, hogy gyorsabban fejleszti a skilleket, több kristályt talál a környéken, és akkor mindenféle ékszert tudunk készíteni. Hát lehet, hogy most engem megevett ez a... meggyőzött ez a trailer, és lehet, hogy mégis megveszem. Nem érzett ki rosszul amúgy, sőt, nagyon tetszett. Annyira nem tartottam egy különleges kiegészítőnek, hogy kristályokból lehet dolgokat készíteni, de nagyon tetszett egy-két ilyen, volt ilyen tapéta, az nagyon tetszett, ez a holdas tapéta, ez nagyon tetszik. Ha az holdas, nem vagyok benne biztos. Hol mutatta ezt? Itt. Igen, ez a holdas, ez nagyon jól néz ki, úgyhogy már csak ezért érdemes megvenni. Szekrény is tök jó pofa, meg az, hogy így bele lehet rakni így a kristályokat, úgyhogy oké, próbáljuk ki. Próbáljuk ki, szerintem egy ilyen pár részes végigjátszásban megnézhetnénk, hogy mik vannak benne. Nem tudom, hogy új hajak, meg ilyen ruhák, meg ilyenek vannak-e benne. Hogy azt érdemes-e külön megnézni, vagy rögtön kezdjünk egy gameplay-jel. Ezen még gondolkozom, úgyhogy hát most akkor én így eldöntöttem, hogy ezt szeretném megvenni, mert tényleg tetszik ez a tapétan, és tényleg jól néz ki. Illetve akkor kíváncsi vagyok, hogy hát hasznos lehet ez a kiegészítő, például a 100 baba kihívásnál is, hogyha készítek ilyen gyűrűket, és akkor adom a gyerekeknek, hogy gyorsabban tudják fejleszteni a skilleket, ha gyerekek egyáltalán fel tudják venni, ez még kérdéses. Vagy akár az anyukának, de a tini az biztos fel tudja venni. Oké. Akkor megveszem, és akkor nézzük meg, és még kigondolom, hogy hogyan fogjuk megnézni ezt a kiegészítőt, bár ha már most... Lehet, hogy felteszem a Discordon a kérdést. A Discordnak a linkjét leteszem nektek a leírásba, vannak most nagyon klassz versenyek, amin lehet jó dolgokat nyerni, és ott fog mindig ilyen dolgokat megkérdezni tőletek, mert ott elég gyorsan kapok rá választ, úgyhogy most megkérdezlek titeket, hogy gameplay-jel kezdjünk, hogy mutassam be a ruhákat és az építési elemeket is külön. Bár valószínűleg lehet, hogy már látjátok, mert nem most jelent meg az a kiegészítő, de nem baj, megkérdezlek titeket.
Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csináljátok, akkor ne felejtsétek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!